korpusz elnevezésű kiállítására invitálta az érdeklődőket Ferdics Béla, akit saját elmondása szerint az elmúlás és a létezés kérdésköre inspirált. Az elsősorban üvegalkotásairól ismert iparművész új oldaláról mutatkozik be. Nézzék velünk az összefoglalót! Az elmúlás és a létezés problematikája mindig izgalmas alkotásokat szül. Önben milyen gondolatokat ébresztett? Folyamatosan az utóbbi években ugye foglalkoztam már ezzel a témával, hogy valami megszűnik, egyik napról a másikra is akár, vagy folyamatosan alakul át, és eltűnik. Tehát a természetben nagyon szépen látható ugye ennek a természetes változása, és valahogy ezt a változást akartam úgy átvinni a munkáimba. Ez is egy lényegében egy ilyen hosszú folyamat volt, amíg eljutottam ahhoz a ponthoz, hogy ezt megvalósulni látom. Sokat kísérleteztem ugye a különböző anyagokkal, de végül is aztán a fa mellett döntöttem. Miért éppen a fa? Hát a fa az ugye már régóta használati tárgyként is működik az ember életében, vagy akár tűzifaként is említhetjük, vagy tehát folyamatosan olyan szerepet tölt be, ami végigkíséri az életünket. Nagyon érdekes egyébként, hogy tehát a maga a bölcső is fából van, a koporsó is fából van, úgyhogy nagyon-nagyon emberközeli anyag, és attól függően, tehát hogy kivágja az ember, vagy valamit készít belőle, a lélek az továbbra is benne marad. Most dolgozott életében először fával? Ilyen formában igen. Tehát amikor gajakhoz nyúltam, ágakhoz nyúltam, akkor ez teljesen újszerű volt számomra. Ugye inspirációk voltak, tehát az egyik inspiráció a régebben, korábban készült rajzaim jelentették. A vonalak finomságát vagy rezgését próbáltam átvinni egy más dimenzióba, egy más térbe. Erre fókuszáltam. Inspirálják önt esetleg más művészek is? Hát mindenképpen, mert folyamatosan érik az embert külső hatások, és hogy mondjam, tehát vannak korok, amelyek inspirálnak, vannak izmusok, amelyek inspirálnak folyamatosan. Ugye a minimalizmus az mindig is jelen volt a művészetemben, valamennyire hol előbukkant, hol eltűnt, de igyekeztem, és hát igyekszek mai napig azokat a dolgokat kiemelni, tehát nem túlcifrázni a tárgyakat, hanem inkább az egyszerűségre építeni, hogy ez számomra mindig is fontos. Mik az ön művészetének a kulcsfogalmai? Hát az ember, az embernek a sebezhetősége, és ezáltal tehát minden olyan dolognak a sebezhetősége, ami él körülöttünk, és minket körülvesz. Ugye ennek az eltűnése, a nagyon gyors átváltozása, de az ember az egy ilyen központi figura nálam. Említette az ember sebezhetőségét és az elmúlást. Felszeretné esetleg hívni valamire a figyelmet ezzel? Hát az élet az nagyon drága dolog, tehát nagyon oda kellene figyelnünk önmagunkra elsősorban, ugye másokra is. Vigyázzunk arra, ami él, nő bennünk, mert nagyon gyorsan eltűnik, elporlad. Kiknek ajánlja ezt a kiállítást? Mindenkinek, aki érdeklődik a művészet iránt, igazából korosztály, tehát korhatár nélküli a kiállítás anyaga, bárki megnézheti, bekapcsolódhat akár a munkába. Hát ugye itt most mellettem dolgoznak is a diákok, tanulók.
aminek nagyon örülök, hogy sikerült őket bevonni ebbe a tevékenységbe. És hát igazából lehet, hogy ezzel úgy ösztönzöm is a diákokat arra, hogy meglássák a maguk körül a tárgyakban, vagy a dolgokban, amelyek körülveszik őket, a lehetőséget, hogy valamit létrehozzanak. Nem fontos, hogy új, tehát az is nagyon fontos szempont volt, hogy amivel én most dolgoztam, a fa anyag, az ágak, a gajak, a madzag lényegében, tehát mind olyan természetes anyag, ami eltűnik, szétporlad, szétesik, visszakerül a helyére. És hát ez is egy fontos szempont volt. Mit szóltál, amikor megtudtad, hogy mi lesz a mai feladat? Olyan nehéznek tartottam, de mikor elkezdtem, akkor rájöttem, hogy nem is olyan nehéz. Mi tetszik ebben a feladatban? Hát, hogy úgy jó vele dolgozni, és úgy jó kötögetni. Mit készítettél? Ezt a nyilat. És ez az volt a célom, hogy ilyen dísz. Hazaviszed és kiakasztod, majd dísz lesz? Hát szerintem igen. És miért éppen ezt csináltad? Mert épp ez jutott az eszembe, és ezt tetszett meg a legjobban. Annyit még elárulsz, hogy szólt a mai feladat? Voltak valamiféle kikötések, vagy szabadon választhattátok azt, hogy mit fogtok csinálni? Hát szabadon választhatunk, hogy mit fogunk csinálni, csak úgy, hogy meg voltak adva a fák, és akkor abból kellett csinálnunk dolgokat. Készítesz még mást is ezen kívül? Hát szerintem igen. És van már elképzelésed, hogy mi lesz az? Még nincs. Fiúk, mi készül? Még nincsen igazán eltervezve, most fágakból és macakból csinálunk egy kis szobrocskát. Egyenlőre egy piramis készül. Mi volt az elképzelés? Hát, hogy csináljunk valami olyat, ami jól néz ki, hogy van mire hasonlítson. Kinek az ötlete volt? Hát, az enyém. Egy kicsit önző voltam ezzel, de tulajdonképpen áron beleegyezett. Mennyire nehéz a fával dolgozni? Hát, annyira nem nehéz nekem, először nehezemnek tűnt, de aztán így együtt megtaláltuk ennek a logikáját, hogy hogyan is kell a madzaggal bánni, meg a faágakkal.